Gróf Széchenyi István szinte teljesen körbejárta Európát, szívesen töltötte az idejét Angliában és Franciaországban is, utazásai azonban nem öncélúak voltak, megfigyeléseit ugyanis Magyarország hasznára fordította. Mindent azért tett, hogy hazahozza szeretett hazájába, ezeket a technikai, közigazgatási, civil életbeli újításokat, amelyeket akár francia, akár angol területeken tapasztalt, vagy Németország területein, és ezeket mind azért tette, hogy hazajöjjön, itthon hasznosítsa. Kis Anetta Kodolányi középiskola végzőse sok mindent tud már Széchenyiről, de mint mondja, szükség van az ismeretek bővítésére, pláne akkor, ha a nemzet ekkora egyéniségéről van szó. Magyarországon jelentős dolgokat hozott létre, mint például a Lánchidat építette. Nagy vagyonnal támogatta a Magyar Tudományos Akadémiát. A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítását a Nemzet napszámosának utazásairól szóló előadások is kísérték. A tárlat egészen december 2-ig látogatható.